Önök a heti szakaszt Brauer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Kívánok, hölgyeim és uraim, nagy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Azt gondolom, ez egy ünnepi, örömteli pillanat, ami együttműködésünknek, Hoppán államtitkárokkal történik, és folyamatos baráti együttműködésünknek azt hiszem, hogy egy szép és szimbolikus momentum a mai alkalom, hiszen Hoppán államtitkárok támogatása, segítsége, a pécsiek áldozatvállalása nélkül ez a fantasztikus tárat nem értett volna létre. Nagy büszkén jelentettük az első 10 000 látogatónak a látogató számnak az elérését itt a Honvéd Főparancsnokság épületében. Most viszont egy ennél sokkal nagyobb dologról tudunk számot adni, és átcsadom a szót és a megszólás lehetőségét államtitkárunknak is, talán még egy pár szót is sorban. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nagy öröm valóban számunkra, hogy egy ilyen különleges kollekció együtt állhat a fővárosban, hogy a több gyűjtemény által rendelkezésre bocsátott életmű kiállítás tárlati anyaga ekkora sikerrel jár itt Budapesten. Csontvári Koszka Tivadar géniuszát már a halál utáni években ismerték és elismerték a kortársak, és azt követően egyre emelkedik az a fajta legendával alátámasztott nimbusz, amely minden okot megad nekünk arra, hogy több helyen is láthatóvá és megmutathatóvá tegyük ezt a különleges kulturális kincsünket. Természetes, hogy a Pécsi János Pannonius Múzeum és a pécsi közönség már tulajdonképpen sajátjának tekinti Csontvári életművét, és ezért is különleges lehetőség volt az, amikor Esmon László államtitkár barátom arra tett javaslatot, hogy mi volna, hogyha egy néhány hónap elejéig, itt ebben a nagyon impozáns környezetben, a magyarországi turisztika fókuszában, a Budai Várban, a Honvéd Főparancsnokság megújult épületében lenne egy óriási életmű kiállítás. A múzeum először nem nagyon örült, aztán amikor azt mondtuk, hogy ettől azt várjuk, ettől a budapesti tárlattól, hogy a pécsi tárlatra is ráirányítja a figyelmét, és hogy azok, akik eljöttek és megtekintették itt a kiállítást, azok majd az ismerőseikkel, barátaikkal látogatást tesznek Pécsre is, és ott a többi nagy lehetőséget is megtekintik, és megfürdőznek a dél-dunántúli kulturális kínálatban. Megnézik a Zsolnai kulturális negyedet, az ókeresztés irkamrákat, a 2000 éves világörökségi helyszínt, és a többi kulturális aktivitást, és sétát tesznek a múzeum utcában, és ezt a sétát a Csontvári Múzeummal fejezik be, mert hogy újra megerősítjük Laci barátommal közösen, ahogyan a megnyitó alkalmával is elmondtuk, hogy ez a tárlat, amikor január hónapban valamikor majd befejezésre kerül, akkor természetesen magától értetődően a Magyar Nemzeti Galéria és a Pécsi János Pannonius Múzeum érvényben levő 10 éves szerződésének értelmében a képek, a pécsi vonatkozású képek visszakerülnek februárban Pécsre. Tehát ezt a pécsiek nagyon várják, és természetesen ennek nincsen semmiféle akadálya. Azonban a mai nap, a mai ünnep az arról szól, hogy igenis a mai modern marketing eszközök, a várgondokság jól sátlálkodott ezekkel a modern marketing eszközökkel, és Csontvári hívószava és üzenete néhány hónap alatt eljutatta ezt az életműkiállítást oda, hogy lám, íme, a kollégák azt jelezték, hogy ezen a héten kell találnunk egy olyan időpontot, amikor Esmon Lászlóval közösen fel tudunk jönni ide a főparancsnokságba, mert ezen a héten azt várhatjuk, hogy belép a kapun az 50 000. látogató. Úgyhogy nagy örömünkre szolgál, hogy megtaláltuk, megérkezett az 50 000. látogató, úgyhogy ezt szeretnénk megpecsételni egy közös ajándékkal is, és biztatni és bátorítani azokat, akik még nem értek azzal a lehetőséggel, hogy följöjjenek ide a várba, hogy még a következő hetekben, hónapokban itt lesz a tárlat,
és egy olyan géniusznak az áttekintő, magas szintű áttekintő kiállítását, életmű kiállítását tekinthetjük meg, amire nagyon ritkán mind nyílik mód és lehetőség a Magyar Kulturális Kánonnak egy ilyen szeretét, szegmensét Budapesten ennyire összefogottan megtekinteni. Úgyhogy ezt a plakátot azért tartogattam, hogy továbbra is csábítjuk a Csontvári Géniusza életmű kiállításra a további látogatókat, és köszönjük, hogy az 50 ezredik látogatónk úgy döntött, hogy a mai napon feljön ide, különben nem tudnánk köszönteni. És akkor ez pedig az 51. számot is tartalmazza, ami önt illeti. Köszönjük szépen! Nagy szeretettel gratulálunk, és reméljük, hogy nem csak a kiállítás megtekintése, hanem a Gulyás Gábor kurátor által összeállított katalógus is örömet fog szerezni, aminek az olvasásához és lapozgatásához szép, kellemes pillanatokat kívánok önnek. Hadd mondjak még két szót ahhoz, amit Antitárul elmondott. Először is szeretném azt is elmondani, hogy anyagi értelemben is sikeresnek mondta eddig a kiállítás. Nem rejtettem béka alá azt a kiállítás szervezése során sem, hogy ez egy rendkívül kedvezően és rendkívül körültekintően és takarékosan előkészített kiállítás volt. Ahhoz vannak itt néhányan hozzászokva, hogy több száz millió forintokból kell kiállítást rendezni. Ennek a kiállításnak a megvalósítása az 50 millió forintos támogatásra járult hozzá a kormány. Természetesen annyiból nem lehetett megcsinálni a kiállítást, úgyhogy nagyon fegyelmezett gazdálkodásra és nagyon komoly kiállítás látogató szervezésre késztettem kollégáimat, és Jutai igazgató jelentette, hogy az 50 ezredik látogató mai belépésével együtt eddig 105 millió forintot meghaladó jegyárbevétele van az intézménynek. Ha ez nem lenne ez a 105 millió forintos jegyárbevétel, akkor nem tudnánk ezt a kiállítást megvalósítani, és hétfőn is természetesen nyitva vagyunk, ez is kell ahhoz, hogy ekkora látogatószámot és ilyen bevételt elérjünk. Nagyon fontos az, hogy ezzel megalapozzuk további fontos és komoly kiállításoknak a létrejöttét. Mint pedig Hoppár Antikáról elmondott, arra azt tudom mondani, hogy természetesen ígéretünknek megfelelően és a szerződéseknek megfelelően a képek vissza fognak kerülni Pécsre. Szeretném azt megjegyezni, hogy ugyan néhányan szeretnének valamiféle ellentétet gerjeszteni a miniszterelnökség és az emberi erőforrások miniszterének között. Erről szó sincsen. A kormányülésen is csak az került szóba, hogy Csontvári annak idején egy saját múzeumot álmodott magának a nagy képei számára, és nem egy ördögtől való gondolat, nem egy elvetendő koncepció az, amit Lázár miniszter úr megfogalmazott a kormányülésen, és amelyet aztán megfogalmazott a kormányinfó is, nevezetesen, hogy egy fiatal építészek, művészettörténészek számára kiírandó ötletpályázat keretében gondolkodjunk el arról, hogy van egy ilyen múzeumnak légjogosultsága. Szeretném mindenki számára egyértelmű tenni, hogy természetesen Lázár miniszter úr is úgy gondolja, hogy visszavisszük a képeket Pécsre, természetesen miniszter úr is, hiszen ő nyitotta meg ezt a kiállítást. Egyrészt nagyon is elkötelezett Pécs kulturális tevékenysége, másrészt Csontvári életmű bemutatottsága mellett. A mi beszélgetésünk miniszter úrral az elmúlt napokban arról győzött meg, hogy viszont óriási nagy lehetőség van abban, hogy fiatalokkal, tehetséges, alkotóvágytól, alkotó erőtől duzzadó fiatalokkal együtt gondolkodjunk arról, hogy van-e hosszú távon annak realitása, hogy nem a pécsi gyűjteményt, csak az életnek egy részét Csontvári eredeti elképzelésének megfelelően Budapesten mutassuk be. De egy ötletpályázat, szeretném megmutatni a pécsieket is, és ebből a szempontból jelzem azt, hogy nincs és nem is lesz vita a két minisztérium között. Tehát a pécsieknek nem kell aggódniuk, természetesen a kiállítás végül után a képek visszakerülnek Pécsre, de minden olyan szellemi lehetőség, minden olyan alkotói lehetőség, ami egy ötletpályázatban is testet ölthet, az termékenyebbé teszi azt az egyébként is értékes vitát, hogy a nemzet fővárosa hol, milyen, mekkora léptékű kulturális intézményeknek adjon helyet, és milyen gyűjteményeket, milyen életműveket mutasson be.
Én azt gondolom, hogy ez a kiállítás a sikerességét és a létjogosultságát már azzal is bebizonyította, azon túl, hogy ilyen sokan jönnek el, hogy ilyen nagy a szakmai érdeklődés, hogy van körülötte művészettörténészi, kiállításrendezői, szakmai vita is, de azzal is bizonyította a létjogosultságát, a jelentőségét, hogy bizony a fővárosi kulturális intézményrendszer átgondolása, újragondolása során a múzeumi negyed koncepciójának, a budai vár rekonstrukciójának a felvázolása során a vitának egy eleme tud lenni egy ilyen ötletpályázat is, de hangsúlyozom, nem jelenti azt, hogy a megállapodásnak megfelelően ne vinnék vissza Pécsre a képeket. Én többször elmondtam és ezzel zárom, és azt gondolom, hogy a pécsiek is így gondolják, mind Csontváry életművének, mind az egész ország kulturális pozícionálásának is, mind egyébként az egykori Európa Kulturális Főváros Pécsnek, melyiknek fantasztikus a kulturális kínálata, jót tenne az, hogyha ezt a mostani távlatot így teljes egészében körbe tudnánk utaztatni a világban. Ez most nem fog rögtön megvalósulni, de azt gondolom, hogy az előttünk álló hónapokban még olyan nemzetközi szakembereket is vendégül tudunk látni, akiknek remélhetőleg az érdeklődésért fölkelti ez a fantasztikus, a mi megítélésük szerint a magyar művészet történet dimenzióin messze túlterjeszkedő életmű. Úgyhogy ennek reményében bízom abban, és ahhoz kérem államtitkártársamnak a támogatását, hogy ezek a pécsi képek még sokszor hagyhassák el Pécs határát, és sokszor térhessenek még oda vissza, annak reményében, hogy bejárják a világot, és a világ művészet szerető közössége számára megmutatják a mi kultúrának nagyszerűségét, és tényleg fantasztikus értékeit. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról.